Megjött hozzánk Kassa TV. Ha bazi nagy jacuzziban nem található vagyok, keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. Tibi! Tibi! Hello, Tibi! Balázs! Kaka, Szatibi. Nem az, mert soha, esküszöm, hogy integettem meg, hogy csek, egyes, egy-kettő, egy-kettő. Hallod, nézek, mindig bámulok ki a fejemből, telefon, minden. Hadd sok gomb van ott. Hallod, tudod, mennyi új gomb van itt? Meccserna. Mindig elfelejtelek, de nem volt tudatos. Hello, Tibi! Szevasztok! Hogy kiartoskodtuk a sztori gálán a diadalotokat? Vagy az csak finoman említettétek? Nagyon szerényen és visszafogottan hétfőn 6 órától 6 óra 10-ig beszéltünk róla. Tehát meg... figyelj, az a rossz fejkedés, ami ott ment. Tehát, hogy figyelj, konkrétan egy sor... A részükről? Hát ott én is azért fizikét bújtottam őket. Valamelyik, mi volt az, amikor Jani egy picit így megölt a bulit? Azt hiszem a leg hát nem is mondanám be adásba, mit mondod, ne is mondjuk. De nem biztos, hogy abban a szövegkörnyezetben az működött, de ez így már visszatetszület. Volt valamelyik díjat adták át, és nem tudom, a legjobb női sportot. Sírva rögött mindenki. Az összes díjnál ott ültem, és mondták, hogy éppen a legjobb női színésznő díj. És már így indult. Nem, a legjobb női színésznő díja, Csuri, én leszek. Tehát egyfolytában így ültem minden díjnál. De azon gondoltam, hogy mennyire menő lenne egy ilyen idegössze omlást kapni, vagy egy ilyen díját adon, és elkezdeni egyszer kimenni, félrelökni, elvenni a díjat, megköszönni, azt lemenni. Vagy egy cirkuszt lenyomni, hogy ez az enyém, nem lehet a tiéd. Kimenni és így földre rogyni, hogy Istenem, miért? Ugye, nem én. Istenem, miért? Az a rengeteg befektett munka. Én azt sem tudom, hogy hol van az enyém. Hát te nem kaptál. De ezért vázát, vagy mit? Vájút. Csészét kaptam. Csak azt a Bali vagy azt hozta be, vagy az övét hagyta otthon. Kaptatok egy díjat és két ilyen vázát? Nem, mindenki kapott vázát. Váza volt. Ez egy ilyen... Két ilyen fura alakú éjjel. Rézváza egyébként, és azt hiszem talán, hogy nem tudom, hogy a réz, ez zsolnai porcelán. Réz. Jó, hogy rézvázának mondom. Nekem az úgy jobban az idő. Az alján tényleg ott van. Rézvázának mondom. De az alján tényleg ott van egy zsolnai. Benállam van a kocsiba. Hogy ott hagytad. Vagy illetve én elvittem neked, mert annyira elrohantál, hogy na én őriztem a te vázádat, mert nem vitted magaddal. Az már az Annának tökre tetszik, odaadom neki. De már felraktuk az egyiket a polcra. Na, és akkor már a másik meg már darabokban van a csomag. De megvan, én mind a kettőre nagyon szépen vigyáztam. Hát, na, de megvan, abszolút. Én nem maradtam utána sokáig a sztori, meg gondolom megtanulni ezek után, hogy olcsóbb lett volna nekem adni egy díjat, mint a bombariadót. Tehát, hogy ugye? Mondtam a gyerekek, nagyon kíván a Tibi. Annyira alaphiba volt, érted? Tehát nem tudom, melyik lett volna, és nem lett volna olcsóbb adni egy ilyen csillagosat, valami külön díjat, érted? De mint mi? Ugye? Tehát ők is gondolkoztak, hogy mit, azt nem tudom mit. Aztán... Szuperember. Igen, a kategóriát, tehát mibe? Az év szuperember. Az év szuperember. Az év szuperembere díj, nyertese pedig... Sztori aduász díj. A sztori aduász díj. Új, de jó. Egyéb induló hiányában, mert egyszer nem tudod, tehát azokat a kritériumokat nem tudod mellé rakni másnál, érted? Jó, nekem tök mindegy, akkor jövőre is lesz, tehát hogy nekem addig lesz. Ahogy meg nem nyered egyszer. Amíg meg nem nyerem. Csak szóljál már, akkor én megyek. Mert fél óráig nem tudtam. Nagyon tré volt? Nem, hát szegényenként sajnáltam őket, hát azért ezt szervezik, csinálod, valaki meg jó pénzt gondolja, betelfest, tönkreveri 300 ember mulatságát, ez meglehetősen alja szerintem. De az volt a baj, hogy kiszorultunk a bárból. Nem lett volna semmi baj, ha a bárban tör ránk a bombariadó. Te nem vittél be piát magaddal? Hát be a diátadóra? Hát én be lapos üvegből piáztam végbe. Nem, oda nem vittem. Én azt mondtam, hogy kijövünk és azon lehet menni a bárba. És ugye mi pont kint ragadtunk az előtérben, de van, akik a bárba ragadtak be, ők viszont nem jöttek ki. Na, ők mire kijöhettek, már nagyon berúgtak. Tehát ők voltak a szerencsésebbek, két-három celeb, aki a bárba ragadt be. De én sajnálom őket, ez mindig aljasság szerintem. Hát azért a szervezet, csinálod, szemét dolog. Na most gondold el, 280 embernek a jelenlétét húsznak, a szórakozását. Egyébként igen, de tényleg nagyon szomorú a dolog. Mondom, jövőre majd annak, és akkor nem lesz. Amit viszont akartam mondani, hogy Andráson húzzunk már egy gyerek. Andrásnak hívják, ugye, a csajozógépet, ámor nyilát, a flört királyt, a dumagépet, a hódítót. András? Uh-huh. Most ne bántsuk a gyerekek, jó azért élő adásban azért így bekérdezni, hogy vadidegen csajtóan azért megnézem, hogy ti először így rádiószűzként mit csinálnátok. Beül az ember, arcoskodik 10 év médiázás után, igen, de hát ő egy mérnök ember. Hát azért az nem úgy, hogy kicsin van rajtad bugyi, milyen bugyi. Mi, be, francia bugyi. Azonnal bekérdez. Ez a bálomról.
Tehát azért ezt nem így nyomja, nem így nyomja az ember. De egy picikét támogassuk meg, hogy legyen egy mintája a következő randik előtt. Tehát, hogy nekem konkrétan most a régmúltról beszélünk, olyan ilyen személyiségteszt formuláim voltak konkrétan. Azért merem ezt egy elmondani, mert nyilván nem használom, mert megjavultam. De konkrétan volt, hogy konkrétan olyan ilyen SMS hullámaim voltak, aminek a végére pontosan tudtam, hogy kivel állok szemben. Nektek volt ilyen technikátok? Bármilyen ilyen kis rutinos, egy labda ide, egy labda oda, és tudtad, hogy kivel állsz szembe? Vagy volt hogy felmérni, hogy ki van a Csali, másik oldalon? Csali technika? Na, hát SMS-ben lehetett. Na, elmondom. Na. Következő volt. SMS, mondom, tudom, hogy ez még korai minden, de még most kezdtünk el kommunikálni, de legyen akkor az, hogy nyomunk egy ilyen SMS randit, és felváltva írunk, oké? Okay? Erre mindenkinek felcsillant a szeme, mert hát felváltva írni, hát azt most tudod, hát az, annak van egy ilyen romantikája, ő is hozzátesz a sztorihoz, én is felváltva írjuk a könyv lapjait, tudod, tehát hogy azért nézze. Elkezdtem, hát az első oldalon mi volt? Egy esős nyári délutánon jössz meg hozzám. Átfáztál, megkérdezed, hogy bejöhetsz-e. Én persze oda kísérlek a kanapéhoz, majd leültetlek, addig kimegyek, hogy főzzek neked egy forró kakaót. Ez hány karakter? Na, ezt az elég gyorsan bejön, leültettem, hogy át vagy fázva, nem pontosan az, hogy adok neked egy száraz pólót, majd kimegyek, hogy főzzek neked egy forró kakaót. Jézusom, Tibi, ez egy komolyabb nyelv. Ezen százak véreztek el ezen a személyiségét. Aztán ekkor én kimentem. Most, hogyha ekkor ugye ő jött. Tehát föl volt dobva a labda, hogy mit csinál a nedves pólóba, hogy ott most... Tehát ott akkor megiszem a kakaót, te jössz. Mivel nagyon szomjas vagyok. Egyedül maradok, ellopom a képeket az asztalról, elviszem a hamutartót, az már itt sem vagyok. Nem, hát volt A és B verzió. Nagyon unom a várakozás, hazamegyek. Ugye hát a konzervatívabbak ilyenkor elkezdték írni, hogy a zárat pólót felvettem, mivel nem voltam éretem, betűrtem, tehát akkor tudtad, hogy nagyobb, akkor menekülj, akkor annak következőt meg se írtam. De aki esetleg, hogy átvettem a pólót, de azért vártam, kicsit reménykedtem, hogy korábban toppansz be, miközben veszem, tehát hogy ott már kolát. Na. Jó. Nem veszem fel a pólót, kitartom a számot. azt már indult is. Igen. Na. Innen tovább vitted, itt valamit reagált, hogy vette át, ne, hogy nem vette át. Itt már tudtad azért, hogy mennyire van benne a csibészség. Visszajöttem ugye a kakaóval, a konyhából SMS-ben. Ekkor már ott állok a kakaóval a kezemben SMS-ben, leülök mellé, megissz a kakaót, tehát közben ropog a kandallóban a tűz. Ekkor, és itt jön a fordulat, a zseniális fordulat, ekkor ő, az én SMS-emben megkérdezi, hogy használhatná-e a fürdőszobát. Finoman felmérted, de hogy szobatiszta a lány. De, értem nem, én, nem aha. Az. Igen. Aminek használom, nem megyek én csak erőnt egyszer. Abból azonnal tudtad, hogy nagy a baj. Használtam a fürdőszoba, már ott van a retyó. Egyébként van egy rossz hírem, belekuláztam a kádba. Nem az, meg mindjárt 2,8-as a teje meghajtott. Meghajtott a zsíros kakaó. Tudtam, én nem bírom a tejcukrot. Nem a gyerekem. Hogy használhatja a fürdőszobát, megkérdezte akkor ő. És akkor én reagáltam erre én, tehát ezt már nem is ő írta, nem hagytam, hogy ő írja, ezt én írtam, mondom, persze, a fürdőszobába kísértek, megengedtem neked egy kád habos fürdőt, majd magadra hagytalak, már és még hozzátettem, de te érezted, hogy nézlek. Jézus, és, atya, és úristen, és aki, 16 év fölött ez működött? Tehát ilyen, mert... 16 év fölött nem próbáltam. Ja, ezért mondom, mert egy 18 éves nő már ez ízé. Várja. És akkor innen mentünk tovább, és akkor ehhez képest akkor elkezdte, és akkor ahogy a... Tehát, hogy azt mondta, hogy ha akkor lezonyoztam, amivel igazából már dolgom nem volt a lezonyozástán elmentem, akkor tudtad, hogy nagy a baj, de itt általában már itt őrült pajzánkodás indult el a képzelt habokkal. Tehát a képzelt habal... És ahogy te nézed, ugye? Hát, azt én feladottam, hogy ezt te érzed, hogy nézlek, és innen döntsd el, hogy tényleg nézlek-e. Tehát ezt szintén nem én voltam, te gondolod ezt, hogy nézlek. És akkor innen dönt, és akkor innen az és őrült... akkor bementem a kádhoz megnézni, mit csinálsz a fülőszobában, de már ott volt a bátyám, én meg elmentem tévé. De ezt figyeljetek, ez brilliánsan működött, és ehhez képest, hogyha egy ilyen SMS randi után, mondjuk azt mondta, hogy akkor az első találkozás az legyen már egy kávézóban, akkor én jogot formáltam arra, hogy megsértődjek, hogy miután odaadtad a kádadat. Hát miután ennyi mindenen átmentünk együtt, mit keresünk egy kávézóban, érted? Tehát, neked főztem kakaót? Képzeletben? A száraz póló, a kandalló, a közös habos fürdőzés. Tehát, hogy azért mondom, hogy én, jó, persze SMS-ben könnyű azért arcoskodni, meg ma azért a gazdaságos kókuszos túlsfürdő? A családi kókuszos túlsfürdő. Jó, mindenkinek megvannak, ne hagyjatok azért teljesen magamra, tehát valami minimál csalizása biztos mindenkinek volt. Jani, hát, hogyha valaki
Há, viccelsz. Dúg, nem, annyi baj legyen. Igen. Igen. Akkor metál. Megyek. Ilyen jól toltad? Akkor semmi... totál metál klub. Nem volt valami jó dumáz? Semmi hát, nem volt. SMS-ekben, á, nem. Én a beszélgetős, még nagy megfejtős egyedül az a menős. Tudod, az én nagyon megértelek mesélni, mi a problémát típus volt. Ne. Ne, ja, nagyon jó, azzal el lehetett simán vinni. Nagyon nem. Jó lehet. Hát neked nem, mert nem volt hozzá szókincsed. Nem, szókincsed, türelmem nem volt. Te ezt toltad, Bali? Te nagyon megértő betoltad? Nem, én mindjárt ezt elmondtam, én mindig mozgásban voltam rajta. Tehát nálam az volt, a maradjunk mozgásban. Maradj mozgásban. Igen, 18-20 évesen Én csak maradj mozgásban. Tehát, hogy ne üljünk be sehova, utáltam. Tehát gyűlöltem, hogy leülések ott, ezért mindig mozogtunk. A csajok már logotta bele, sosem. Én hívottunk egy kávét, nem. 15. kilométer. Még túra van, sétálunk. Jó, a kis Margit-sziget itt ott, de nem, csak ne kelljen beülni sehova. Tehát, hogy azt nem, ezt nem mi, onnan nem tudsz elmenni, vagy mi? Nem, azt nem valahogy tudsz... én bírtam, hogy kicsit Margit-sziget, kimegyünk, kicsit dumálunk, ide de megyünk, átmegyünk. Van, igen, és ilyen fél kettő, jó lesz az, jó lesz az. Jobban jött az, ezért beszéltél, vagy megláttál, hogy akkor azt jobban, impulzus... valahogy azt jobban szerette, impulzusod, ide mentünk, átmentünk, fölvittem a Norma Falls, megmutattam egy helyet, honnan lehet rálátni szépen Pestre, az, tudod. Amikor a lány már lihegett, miután a 4. kerületben voltatok, a 30. hely. Igen, gondol, csak egy kávét, csak egy kávét. Még sokat megyünk. Tehát, hogy így, de valahogy működött egyébként, nem is tudom, hogy a fene se tudja. Jó, hogyha hallgat, most nyilván vannak szingli hallgatók, próbálják ezt ki, hát, hogyha a lány nem hallgatta a szadást, mondom, én kis teszt, én felváltva, SMS randi felváltva, és kezdjétek egyre durvább szituációba bele hergelni magatokat, és ott finoman figyeljetek a jeleket, és persze, próbáljátok közben, tudod, hogy nem tehet, csak érzed, hogy néznek. De ne lepődjetek meg majd, hogyha 10-ből 9 lány azt mondja, hogy már a Timinek megvoltam, ugyanezzel kapott. Igen. Ne erőltessétek. Szerintem embertelen. Jó, Andrásnak azt javaslom, hogy szerintem egy kicsikét csibészebbre lehet azért váltani, nem? Egy picit. Hogy csibészebb legyen? Aha, egy picit csibészebbre lehet váltani. Azt mondtuk neki mi is, ugye? Igen. Csak ez nem az a karakter egyébként. Hát most egy kis visszafogott mérnök ember, de ez egyébként nem feltétlen. Majd mondjuk neki, hogy legyen napról napra csibészebb. Tegnap jobban az volt. A hálóruhára figyeljen, nekem egyszer randiztam egy csajjal, aki utána megjött egy ilyen Mrs. Potts bizé hálóruhába, figyelj, az bitang. Tehát azért az... A Halloween-nél ott én is érzem, hogy valami elment. El van rejtve, ott valami el... jó, szépen fölhúzott. De ne, akkor az, te bejössz hálóruhában, de érzed, hogy nézlek. Ekkor behozom a kakamot. Én nem hiszem, hogy ezt egy komolyabb nő megeszi egyébként. Balázs, tehát, hogy nem Balázs. Hiszem el, Tibi, hogy ez 16 év alatt fölött lesz, ezt egy komolyabb nő megeszi. Kimegyek a fürdőszobába, elmegyek, csinálok neked egy kakamot, te jössz. Tibi, használom a tusfürdődet, visszaérsz, még nincs rajtam a törölköző. Hagyjál már! Balázs, sok módszer van, de azért ez 16 év fölött szerintem ezek körbenről. Mindenhol ledörgölöm magam a tusfürdő, utána pedig habkövel ledörgölöm a sarkadról a bőrkeményedést. Igen, és rád gondolok, kilépek a kártból, egyik lábbal pont benyit, látod, hogy furán tervezlek be. Igen, levágom a körmeimet. A levágott körmeimet ott hagyom a kárt szélén, ha mindig emlékez rá. Nem. Semmit nem tudtok az SMS flörtről. Komolyabb nőt ezzel nem szedsz föl, szerintem. Ért ezzel? Az ország a lábaim előtt hevert. Ez bármikor. Atya Isten, milyen nőid voltak. Az, hogy nincsenek. Na jó, most már. Top nők. Figyelj, hidd el, hogy a fantázia játéka az izgatja az embereket, és utána már én jogot formáltam a megsértődésre, ha nem innen mentünk tovább. Szerintem úgy tudom elkezdeni, hogy te úgy hagytad abba az SMS-t, és most beviszlek a fürdőszobába, és ott hagylak, mert a csaj megírt, hogy látok valami fura zuhanyfülkét, nem tudom, mire való. Abba nem megyek be, a kabinba nem megyek be, ki tudja, mi jön elő belőle. Igen, nyilván. Jó, figyelj, én próbáltam felnyitni a szemeteket, érted? De ha nem hallgatok az okos szóra, akkor csináljátok, ahogy eddig, nem tök mindegy, érted? Én most akartam itt segíteni. Ez se rossz, de ennek leginkább a szolgáltató őrült, ahogy te csináltad a 40 SMS. Valahogy mi is odaértük, ez se rossz egyébként. Így, hallgassatok, nem hatékony volt. Nem, igen, nem ez az, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot.
Én mindig azon vagyok, hogy ezt nem hitétek el, hogy ez de, a jó nőket. De, Timi, az, amivel kipróbálom. Az, amivel kipróbálom a Wikivel. Jó, legyen ez. Ma most írok neki, ez sem nagyon sokat bukott a gyerek. Van egy kakis pelenka az ágy mellett, te jössz. Na, hogy folytatjuk a sztorit? Hogy folytatjuk a sztorit? Mi lesz ebből esetben? Hallgatók is egyébként ráharaptak. Szerintem lesz is, aki kipróbálja. Nem mindenki, nem, mert egyik hallgató írja. Szerintem jó megváltás. Kasszának még nem volt 70 IQ felett. Figyelj, 70 alatt összeszeded. Csak nem korban. De hogy egyébként... Na, nem ez, ami böki a csőrömet, mert van valami, ami már régóta... Folytatnám a sztorit, Tibi, folytatnám, de most vissza kell adni a telefont anyámnak. Igen. És mit csinálsz most? Olvasom az SMS-ed. A hab... Tős... Testpen. Na, nem, egyszerűen tűnik, biztos jól működött, biztos, nagyon jó volt. Embertelen szemetek, ha jó, hagyjatok békén. Na, igen. Hogy megmondom őszintén, hogy alapvetően van egy dolog, amit soha nem tudtál nekem megmagyarázni, ez a limuzin tetőablakán kilógva ilyen nagyon nyomorúságos bulizás, ez a világnak a mindennek a legalja. De találtam most egy... Bírod? Nem, miért Balázs? Mit csinált a Balázs? Ki epekedett a múltkor a Micsoda Nő című filmért, hogy ő ki akar a limuzin felső ablakán, és azt kiabálni, hogy... Tudjátok, a Pretty Move Enről van szó, nem ismerem a tréfát, az egy jó film. Vicky! Én nem rángatnám meg Vicky az oroszlán bajszát. Egy fehéres. Eljöttem, érted? Persze, Pretty Woman az jó film, gyerekek. Most azt hittem a bulizásra gondolsz, hogy legény búcsú. Találtam egy nagyon nyomorúságos módját még a bulizásnak, és magyarázzátok el nekem, hogy mi az értelme, hogy egyáltalán ezt miért kell nekünk kerülgetni, ami egyen nyomorúságosabb nekem, mint a limuzin. Van ez a mobil tekerős kocsma, ami konkrétan közúton megy, piáznak rajta 12-en. A legjobb találmány. Aha, igen. Fogadjuk, hogy beszorultál mögé autóval. Nagyon! Ez a bajod. Igen, hát, tudtam. Azaz. 12 matrészeg ember tekerígyve, hát reménykedsz, hogy nem eléd fog egy kiesni fejjel az aszfaltra, és ott matrészeg a tekerígyve, hogy jó, merre én járok, bámulom, és ott mennek ott az András. Általában ők angolok nem éneklik ezt a dalt. Dehogy nem, amerre én going, bámulom, a vágyvört. Hogy figyelj, nem értem, tehát, hogy ízérünk, hogy nem szabad így menni a forgalom, meg a biciklista ne ígyom meg, nem tudom, csak 12 matrészeg egy mobil kocsmán piázik az Andrássy úton. Tehát ezt nekem magyarázzátok már el. Csak rossz kedved volt, mert nem jött válasz a kakaós SMS-edre. Ne, csak azt írta, igen, jött, hogy laktózérzékeny vagyok, remélem a tej nem laktóz, mert telefosom magába. Igen, nyílt rá, igen. Nagyon szép a fürdőszobár, Tibi, de hol a budi? Tibi, na, nem tudom, hogy nincsen WC-papír, mindegy, anyát hívta 10 éve kitörődött. Na, hogy ti kerülgetitek már? Megvan? Látod már? Megvan, igen. Uh-huh. Igen, ez ugyanaz, mint ez a Limbohító a szigeten, ugye a Margit szigeten, de csak itt ugye itt iszol közben egy ilyen csüngesz, egy ilyen csecsen, ugye, és több a szárba bele van vezetve, és ihatod a sört, szerintem, miközben tekersz. Szerintem rohadt beteg. Nekem egy barátom csinálta, mert elment egy olyan buliba, ahol legény búcsú volt, és jó fejek volt, és el kellett mennie. És fölültették, hogy semmit nem gyűlölt még soha annyira, és mondta, hogy soha nem ért véget. De hát akarták abba, hogy ne tekerjék. És mondta, hogy már álljunk meg, ígyunk, meg menjünk. És mondta, hogy nem, 2 óráig a -10 fokos fővárosba keringtek egy ilyen félkeserű sörrel a szájukba. Azt mondta, hogy gyűlölte, de tiszta szívből gyűlölte. De hogy, és még nem volt ilyen, hogy ebből valaki hátrafele feje olyat beesett a betonba, hogy nem bírták kiszedni belőle? Tehát, hogy ez ott, hogy matrészegen ülsz egy ilyen forgószéken, ott csörözgetsz, ott miközben oldalvás tekersz az András úton, ez nem, tehát, hogy még nem volt, akit... Van biztonsági öv, föl vagy kötve. Ne hülyeskedj. De. A jobbakon van egy ilyen keresztöv, azt magadra teszed, és akkor onnantól... Ne, de a jobbaknál egy ilyen falusi kocsmában is van keresztöv, hogy lenne zuhanyára, ezért a bászékon. Nem, ott az nem tekerünk. Ott csak iszunk. Ott mi rendesen vagyunk, ott csak mi iszunk. De szerintem zseniális csapatépítő jellegű. Nagyon jó, de azon vagy megsértődve. Nem áll, azon vagy olyan nyomorult szemét. Hát sport, meg én nem mehetek veled fel, mert a balansz, tudod. Eldűnünk, tényleg igazad van. Én értem, hogy minden tetszik, ahol inni lehet, de nem áll, hülyén tekersz, lóg a nyelvet között, félberúgott, kerül az autókat. És azt, hogy nem beültök a haverjaiddel egy kocsmába, és dumálgattok egy jót, hanem ti az Andrásin keresztbe tekerve, tököred ma Józsa, tököred. Az a durva, hogy szerintem ez a Ferinek tényleg tetszik. Mi érted? Egy kényelmes tekeréssel azt mondjuk egymásnak, hogy ó, nézd a Hősök terét, micsoda csodálatos látvány, és közben egy sört megiszol, plusz sportolsz. Én még tudtam, hogy neked ezt tetszeni fog. Három dolog van benne. Miért gondoltam, hogy neked ezt tetszeni fog? Ital és város nézés. Akkor 4 közösségi csapatépítés. 5. A barátok 6.
még számtalanokat tudok mondani, te azért vagy erre bepipulva, mert mint a legtöbb autós, mert nem tudták kanyarodni, mert beszorultál mögé, meg... Én nekem nehezen tudod elmagyarázni, hogy egy ilyen guruló kocsma intézmény az Andrássy úton, az technikailag hogy kerül oda egyébként, és erre kiadnak izért? Erre kiadják, tehát hogy az ott mehetne, a 12 részek... Nem, ezt engedélyeztetni kell, persze. Tehát, hogy 12 részek menne az Andrássy úton... Nem, éppen menekültek. Nem, tehát, hogy és akkor azt írja valaki egy hivatalnak, azt mondja, hogy mennyi, csak 12 részek, az A sofőr nem iszik, tehát a sofőrrel együtt béreled, és ők kette egymással szembe ülnek. Ők csak tekernek, a tempót adják. Tempót adják, de szerintem a sofőr nem. Tehát ez sofőrrel együtt béreled. Szerintem aztán lehet, hogy a legmakonyább részek az vezet, mondjuk. Egyébként ahhoz képest egész egyenesen mentek, de szerintem a sofőr van. Tehát pont azért, hogy ne törjenek össze senkit. Én megmondom, őszintén nem értem. Én egy ökörségnek tartom, soha nem ülnék rá, Feri, kimegyünk valamikor jövő héten. Jó, azt akkor nagyon elviszlek szívesen körre, és majd megtudod, rajta, hogy mi lesz. Mindegy, öregedéssel egyébként, hogy már kicsit így állunk hozzá, hogy már milyen szörnyű ez, hogy fölülnek és tekernek. Szóval én trottyok vagy paperosodunk azért. Addig örüljenek, amíg nem teszek egy bejelentést, hogy előttem arról forgal a rendszámú 12 ittas huligán. Igen. Balázs, amit érzel, csak érdekességképpen hoztam. Alázd meg. Gyerekek. Tudod, a hármas a legjobb. Annál jobban. Félek, hogy nem fogja. Igen, egyesre nem tudom adni. Egyesre nem tudom adni. Kettes szintű csörbökés. Ezért kár volt ilyen korán felkelned. Megadjuk, de csak hogy 10 után ne hívogass minket. Megadható. Közben Jani nézi egyébként, mutatja a fotókat, és nagyon kellemetlen. És van egy örömhírem, Ferinek találtam egy személyes. Ennyi. Nekem vannak barátaim, én el tudok menni velük, tehát nem kell. De elmész az egy személyesre, és jó, az neked meghívni. Nem, egyedül én sose iszom például, bármi éjtetlen. Nem? Nem, nincs, hogy este kibontok otthon valamit, hogy van mindig nyitva. Persze, akkor mi a francnak tudod. Nem, hát mindig van otthon egy részeg még. Mindig tartok otthon egyet. Maradom mindig egy huligán. Hogy ez az egyedül az a legkeményebb, nem? Hogy van egy sofőr, és te tekersz, és közben piázol. Tehát akkor az már tényleg mindennek az alja. Jó, de nem akartam még húzni az időt, mert látom, hogy nagyon rohan. Egyébként tényleg, hát azt gondoltam már, hogy 9:30 után 5 perccel esetleg ma, ne adj Isten, nincs témád. De van! Egy picit a becenevek világába akarlak elkalózolni benneteket, mert a múlt hétről megmaradtam. Ja, tényleg, a múlt héten kicsit moralizáltunk, igen. Én szerettem, hogy ez egy kicsit komolyabb volt. Na, rád nem annyira jellemző módon, de jól állt neked. Még ha mi is csináltunk. Mély a lelki világom, mert az iménti SMS pszichológiai jellegű tesztből is láthattátok, hogy azért a szürke 50 árnyalata SMS-be. Azaz. Látom, azért dolgozik az agyad. A szürke 50 árnyalata SMS-be. Ki küldt el? Mit? A könyv címe. Ja, csak blöföltem. Van ilyen, csak blöföltem. Elmentél könyves volt, nem találtad a gíroszhoz? Nem, M3-ason volt lefelé egy óriás plakát, azt néztem, nem tudtam, hogy könyv. Na, hogy egy kicsikét a becenevek világába menjünk el, mindenki egy őszinte vallomással, milyen becenevek működnek most otthon? Magadra, meg a párodra. Feri? Mi békák vagyunk. A béka, tudod? Béka. Én is béka, ő is béka. Ha jó kedvem van, béka lencse. De jó. Miért? De hogy, a lencse miből jött? Mi van egy pici négy lábú állat? Egy tudom, egy ilyen zöld ugrik kis kétértő. És amikor először randiztunk a tóparton, ott berekektek, de hogy is francokat, de. Ne, hát kérdezed, honnan jött. És a béka ugrott hármat. Igen, ugrott hármat, de szépen ugrott kis béka. Béka, de szépen ugrott. Balázs? Nem tudom, igazából nem tudom. Na, hogy nem nyomtok valami izét? Ne, a legintimebbet azt nem adom ki. Azt nem mondom el, mert szólat megírják. Pompoló. Pompoló. Én vagyok, pöpölő pompoló. Igen, így vagyunk. Vannak becenevek, de azok ilyen intimek. De mi a testrészt becéztek? Nem, mert ezeket én azért nem adom ki, mert ezeket aztán megírják. Testrészt nem becézünk. Azért, hogy minden. Minden erre majd is kitérünk. Nincs egy? Tehát akkor te nem van, válasz csak sem. De nem mondom ezeket el. Pöckölő? Tessék? Pöckölő? Nem, tényleg nem. Tehát tényleg nem. Ha nem, klopfoló. Én vagyok a húsklopfoló, igen. Na, gyere, de kis húsklopfoló, gyere ide. Nem, vannak aranyosak, csak ezek nekünk túl intimek. Tehát ezeket nem adom ki. Olyan intimek, hogy egymásnak sem mondjál. Annyira intim, hogy nem is tudom. Nem, mindegy, igen, mert... Nálunk pipi. De ez vagy te. Pipi és... De ez azt jelenti, hogy nyisd ki az ajtót, mert már nagyon pipi. Na, igen, és van a másik, amit kérdezik a kaki. Na, és akkor elég egyértelmű. Mónik áll az ajtó előtt, és mikor belép, pipi vagy kaki. Pipi, na, engedj be, pipi. És a két kifejezésből lehet következtetni arra, hogy mire lesz szükség az elkövetkezendő fél órában.
Pipi, na, miért kérdezel ezt? Nem, azért, mert mi a párom egyfajta, hogy ezek a becenevekkel kommunikálunk, és soha nem hívom. Tehát a nevén ti szólítjátok rendesen, és a keresztnéven a párotokat, amikor ketten vagytok? Judit? Soha. Nem. Judit asszony. Én mondom neki, hogy Mónika. Én nem mondom szoktam. Mondom neki, hogy Mónika. De persze, hogy Mónika. De akkor magászod, Mónika hozzak a reggelt. Ez a ilyen kedves, ilyen megfelelés, Mónika, légy szíves. Ja jó, ilyenkor. De mert állítólag azért pecézünk, egyébként van, találtam erről egy barom jó cikket, ahol kicsit így elemezgetik, hogy miért adogatunk becelemeket, tehát ez a kisajátításnak egy ilyen módszere, hogy te elkezded ilyen kis külön becelemekkel látni a párodat. Azt hittem a szereteté. Érdekes, hogy itt végigmennek itt különböző beceneveken, de azt mondják, hogy minél egyedibb, annál jobb. Ezért van a kíváncsi a Balázsékkel, hogy mit tolnak, mert ott valószínűleg ezek egyediek, ugye? Jó, abszolút, ugye? Nagyon. Pömpölő, procskoló. Nem mondom, hiába forszírozom, nem fogom mondani. Pruckoló. Az igen. Már közel vagy. Na állítólag egyébként a becézgetés, a legtöbb ilyen becenév az baromi bénán hangzik külső füllel. Tehát én például a páromat én manózom, és ezt rendszeresen kikéri a kommentelők, hogy van annak neve is, hogy kell manózni, nem manó az, hanem kislány. Nem tudom, kislány. Fiatalkorú. De hogy én például, én megmondom őszintén, hogy én például imádom, tehát én soha nem kommunikáltam, és azon gondolkodtam, hogy honnan jönnek ezek a becézések, és szerint én állítom, hogy szerintem én nagyszüleimet hallottam, hogy egyfolytában becézgetik. És manózta ott is a nagypapa? Nem, ott a izé ment nagyon, a nyuszi. Aha. A nyuszi ment, nátok mi ment? Becézgették a szülők, vagy nektek meg valóna? Nem volt. Anya, apa, ennyi. Na az mik a legkellemetlenebbek egyébként, mikor két ember... Miért kellemetlen az, hogy anya? Azt mondod a párodnak, hogy anya. Anya, hozd már be a sört. Nem tudom. Nem mondtad, tehát nem hozd már be a az sört. Az nekem nagyon fura, amikor férj és feleség egymást anyának, apának hívja. Is, sajnos. Nekem hát gyerek. Fura. Hát gyerek van, ő anyának szólítja, és akkor te is azt mondja, anya, légy szíves, érted? Van ennek egy pszichológiai magyarázata, hogy kinek a helyébe lép, hogy lép a szülő a gyerek helyébe, vagy a gyerek a szülő helyébe, meg hogy én anyának szólítom a békát? Érdekes magyarázat, átküldöm, egy nagyon érdekes cikket, mondják, igen, hogy amikor a szülő, amikor a feleség átlép az anya szerepbe, és hogy miként éled meg a szerepváltásokat, és miért hívott te anyának, apának, ez nagyon érdekes cikk, sok pszichológus boncolgatja ezt, hogy ennek jelentősége van. Ez, hogy anya meg apa? Igen, amikor anya, apa, te anyát mondasz a te párodra egyébként. Hogy már neked nem pár ő, hanem anya. Hanem, hogy mi húzódik meg a háttérnek, milyen lelkivetően, miért történik, mi történt gyerekkorban, hogy lépett be a párod az anyát. Tehát ennek van magyarázata elvileg. Hát aztán az ember ennek vagy hisz, vagy nem. De ha nem hosszú, küld át nekem is. Tessék? Ha nem hosszú, mert mi is anyázunk egymást. Akkor adjuk a hosszú. Adjad mi vidalikiek és pralikusztúcs értjük. Nem, de érdekes cikk volt, ez én is meglepődtem, nem is tudtam, de érdekes volt tényleg, hogy miért anya, apa az. De számomra egyébként fura. Tehát én a Vikit sose anyázom, hogy anya, ő se hív apának. Ez kedves tőled, de vagyázod. Igen, nem ritkán anyázunk egymást, de ő se hív apának. Próbálok blöfölni apának. Puckoló, az lesz. Na menjünk már vissza erre a manóra, hogy az honnan van az, hogy manó. Ne, ez érdekes dolog egyébként. És szoktál neki azt mondani, hogy manócska. Manó, manker, menő manó. Tehát, hogy nálunk... Minden, ami a manóba belefér. Abszolút, tehát valahogy ez nekem, ez beakad, de én manócska, nagyon... Manócska, tádi. Nem, az mazsolat egy beteg, nem manócska. Manócska és Tádé a népszerű mesefilm. Igen. Nem, de hogy egyébként vannak ezek a kényszeres ízek, meg van még egy érdekes dolog, hogy átívelnek -e, tehát hogy ugyanazokat a becenneveket használod-e, vagy mindenkire próbálsz ilyen valami sajátságosat találni, hogy mi alapján. Hogy minden barátnődnek ugyanazt mondod. Igen, mindenki azt mondod, hogy manó. Mert akkor nincs izé tévesztés. Manó! Ennyi, igaza van a Tibinek. Tök jó. Manó? Nem, szerintem mindegyikre mást mondasz. Mást? Szerintem igen. Vagy hát legalábbis saját tapasztalat, hogy nem menekíted át azért. Puckoló? Nagyon közel vagy, nagyon. Már egyébként tényleg csak egy magánhangzó, és már szinte ki is találtad, igen. De hogy szerintem át nem menekíti át az ember. Főleg, ha ismeri, ugye. Tehát, hogyha ott azért a jelenlegid úgy folyt bele, hogy még tudta, hogy hívod az exedet, és ugyanúgy rápróbálsz, azért arra felsziszennek. Nem szokták szeretni a lányok. Ha hallják, hogy ugyanaz a becenév, mint az exnél. Jó, egyetlen dolog van, ami egyébként még a párod becézésnél még nyomorultam, amit még fél szóban meg is említettünk egyébként, és akkor ezzel röviden zárom a témát, hogyha valaki testrészt becézget. Attól, tehát én megmondom őszintén, hogy nálunk... Testrészt? Hát, van ilyen, hogy valaki... De hogy mi, nem kezet mondasz, hanem az neki a...
Igen, hanem a jobb kezem a Charlie, a bal kezem a John. Nem. Hát ugye vannak olyan kis... Férfiak, igen. Igen, a férfiak. Én megmondom őszintén, hogy én szerintem nagyon beteg, és én teljesen tudat alatt neveztem el egyébként a Shreket, láttátok? Aha. És ugye abban van Farquaad nagyúr. Na, amikor erről kezdesz beszélni, akkor itt a vége, hogy te hogyha nevezed a saját testrészedet, itt kell akkor abba hagynunk ezt a dolgot. Csak mondom, nagyon jó. Na mindegy, ez azt gondolom mindennek a legalja, én állom, hogy teljesen véletlenül szaladt bele. De nagyon szeretem. Igen, és akkor ezúton, akkor annyi, hogy most nem volt itt a Viki üzenem pücskölőnek, süpücskölő, pruszkoló. A kutya fáradt, hogy én nem mondom ki, ezt tudod, hogy hívom. Ez ezért vagy te ennyire jó. Jó van, oké, hogy jogos-e, azt akarod kérdezni? Kérdezem, hogy ezért a rengeteg mindenét, a mobil söröző, az udvarlás megreformálása, és egy picikét a becenevek. A sztorid volt a legjobb az elején. Az SMS. Gyerekek, jó pap volt. Én azt nagyon szeretem. Próbáljátok ki. Igen, és azt gondolom, hogy ez működik. Nézzétek meg, tehát minden csaj zabál. Jó, megadjuk. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show. Olyan, mint a Boomerang, csak ez van. Klassz FM-en.